Na mi a helyzet, gyerekek? Nemrég ment el James, délután 5 óra felé van. Ja, hajnal 4-kor feküdtem le, 11-ig aludtam. És akkor hívott James, azt mondja, jövök át hamarosan, úgy 12 fél egy felé átjött. És egyet beszélgettünk, és főztem pasztát, el kell mosogassak. Az elején két csomag pasztát megfőztem, de minden fogyott el. A másfél csomag fogyott el. Megterítettem szépen az asztalt újabb rosszal. Hozott James nekem egy ilyen konnektort, és szekötni a két 750, van két 750 wattos tápegységem, a kettőt összekötöm. Hát csak két pinttel sortól rövidre köt, összeköt. Na, lett egy pici eső, és most pont mielőtt ment el James. És kicsit beborult az ég, úgyhogy jó laza idő van most. Még ventilátor se kell járatni. Bent is a légkondit kikapcsoltam. Ja, laza idő van. Na, mit szóltok neki, szökjek-e még egy rendbe lekenjem a falakot? Ejsze igen, mert egyáltalán úgyis mit csinálnék. Itt a füsték. Ja, még van, még egy annyi lesz, lekenjem egy rendbe. És lát ezt az ablakot is. Ja, neki kell, hogy kihordjak még egy pár cuccot, ezt az asztalt, nyomtatót. Nem tudom, legszívesebben mindent kihordanék. Nem tudom, a linoleummal kapcsolatban, nem tudom, most megint megkezdtem gondolni magamot. Most már néztem róla egy-két videót, hogy hogy kell lerakni, és ja, hogyha olyan kicsi kockákat veszek, 300 kockát kell lerakjak. 280-at mondjuk. Összepaszítani és leragasztani is, hogy jó kijöjjön, a közepítől kell kezdeni is. Kicsit taknyolásos lesz. Azon is tűnődtem, vegyek egybe, lehet a Home Depot-ba kapni ilyen 12 láb széles csíkba, ilyen linoleumot, és akkora annyit vágatsz le, akkora. Tehát lényeg az, hogy egy darabból le tudnám tenni a vinilint. De egy kicsit drága, tehát majdnem 300 dollárba kerülne. Úgy lehet, hogy csak az epoxival fogok menni. Milyen gólya a kéle, lássátok-e? Szürke madarok. Látszik, egy kicsit messze van ez a kamera, nem visz messzire. De valami gólyaszerű köcsögök, kócsagok. Na, napokban nem nagyon esett, úgyhogy kicsit lennebb ment a víz. De még dagasztás se lesz egy darabig. Nagyon várom most már, hogy véget érjenek az esőzések. Na, úgyhogy nem tudom, a padlón még kell egy kicsit tűnődjek. Be kell menjek a Home Depotba és valamelyik nap pontosan megnézzem, megfogjam, megszagoljam, meg melyik a legjobb, melyik enged ki a legkevesebb mérgező gáz, még arra is kell gondolni. Szerintem az epoxi, ha megszárad, az a legkevésbé mérgező, nem? A vinóleum, nem tudom mennyire párolok, tehát ugye ragasztók mindent, mit tudom, milyen anyagok vannak benne. Hát a csempe lenne talán a legjobb, de nem szeretem a csempét így házba, fürdőszobába is, de... Ja. Ja, elmegy Home Depotba, szétnézek, megtapogatom, megszagolom, megkérdezem a szakértőköt, mit ajánlnak, milyen ragasztót, stb. És... Ja.
De meg gyorsan álmosogatok. Akkor fejkenek még egy rendet. Gépek jól működnek. Jó van, ennyi. Egyéb nem történt, gyerekek, egyebet nem csináltam, úgyhogy egyebet nem is tudok mondani. Na, akkor majd széleire. Na, milyen házad, gyerekek? Ez a házat itt nálunk felé, nézzétek meg. Kicsi költöztetést csináltam, kivittem innen azt az asztalt. Nyomtatót vettem oda az asztal alá. Egy sakkozok, újból kell rendezzem minden nap a helyet. Fel akartam azt az ablakot ugye szabadítani, hogy tudjam ott is letakarítani, lefesteni. És talán majd teszek egy függöny, nagy bolond ablakot, nincs minek látszódjon, de... Jó, lekentem egy rendel. Most nézem a tegnap videót, hogy a kamera nem nagyon látszik fehérnek a fal. Lát, hogy a másta filmeztem, és hogy sötét van, és a neon miatt furcsa fénye van, de fehér. Így szabad, így szemmel, amikor nézed, akkor rendesen fehér a fal, de a kamerán kicsit szürkésnek látszik, de lát csak azért, hogy még nincs ilyen jó fedése a festéknek. Na, de teszem most rá a második rendet. Nem tudom, látszik-e, de itt megkentem az ajtók körül. És megkentem az ablakokat is. Még egy renddel. És megkentem a sarkokat. Tehát egy ecset nyomni itt. Egyik felül, egyet a másik felén. Közepén, és akkor megkentem még egyszerre az aljat egészen körbe. És akkor most már csak annyi maradt. A kivéve az egy ablak, a nagy ablak, azon, mert azt ugye most kentem, hát nem most már van, vagy 2-3 óra alja, eddig meg is szaradt már lehet. Ja, meg van szaradva. Jó, ezt is le tudom kenni még egyszer. De lehet, hogy így is jó van. Ha maradt festék, majd lekenem. De azt akarom, hogy rollózzam meg most még egyszer. Csak kicsit már késő van, mert későn álltam megint neki dolgozni. Ugye James 5 óra körül ment el. És... jó, 6 óra után fogtam neki. Adlan, mennyi festék van. Ja, az elég lesz lerollózni. Most már nem kell ugye olyan sokat, mert csak idáig menjek fel az ajtók és az ablakok tetejéig. És már az ablakok le vannak, átmikán a sarkok aljak bévágva. Úgyhogy csak fogom a rollót körbe szaladok, és kész, egy óra alatt megvan. És egy kicsi festék marad, akkor azzal majd még hónap után itt ott az ablakokat újból festem. Azt. Ja, akarok oda tenni egy valamit, már csúfú néz ki. Ez az ablak itt fent, mint lyukatos. Hát csak teszek egy tubajfort, a 2x4-est így hosszabb, oda csavarozom, és lefestem. És kettőt az oldalára is. Vagy csak béglettelem, mit tudom én. Banánok érnek a pócon. Létra, beton, itt minden. Szarom majd összevegyűve, de az ilyen, na. Nem baj, mert elrendezkedek, most már folyamatban van minden, úgyhogy és van haladás, úgyhogy hamarosan itt olyan szép rend lesz, hogy el se fogjátok hinni. Az egyik válva már nagyjából be van érve, olyan illatos, hogy így érik befelé. Másikon is egy kicsi sarga-sargban megjelent. Na! De tűnődtem, hogy már 11 óra elmúlt. És hétre ott kell legyek Fort Myersbe, fejkékelek 17:30. Úgyhogy lát, most lefekszem, csak hónap rollózom be. Pedig nagyon meg akarom rollózni, csak akkor megint leanspriccel a festék, és kell mosgyak se.
lát, hogy egy órában másfél lesz, akkor még a videót feltöltöm, és még lefekszem, lesz két óra, és akkor csak 4,5 óra tudok aludni. Úgyhogy lát, hogy hónapra hagyom a rollózás, gyerekek. Hallottátok-e a hírt amúgy? nagy menet volt ma New Yorkban, ugye megemlékezés volt. És a vénasszony Clintonné összeesett, térde megrogyott, elájult, kocsiba be kellett tegyék a titkos szolgálat emberei. Valami komoly betegsége van, azt mondják, vagy Parkinson, vagy valami titkolni akarják, ugye mindenki azt mondja, ó, csak melege volt. De utána azt mondják, ó, tüdőgyulladása van, utána hivatalos sztori az volt. De valami nagyobb gond most, ez nem az első eset, ugye már sokszor többször rosszul lecsel a hajút, kell támogassák. Úgyhogy az is lehet, hogy kifogásni a versenyből. Na, hogy egy kicsit a hírekről is beszéljünk. Mostanában csak a vlogolásra marad időm, és már úgy neki akarok fogni egy kicsit filózni, gyerekek, a politikáról és a gazdasága. Filós csatornámot indítom be minél hamarabb, mert annyi mindenről szeretnék beszélni, de nem akarok a vlogos csatornámmal összevíteni mindent a szaromájon, mert ja, nem jó. Na, de mindegy, most már a stúdió mindjárt kész van, és akkor itt egy kicsit rendeződnek a dolgok, és neki tudok állni csinálni másféle videókat is. No! Két rend elég jó befogta az ablakokat. Ja, két rend elég lesz, úgy néz ki. Két rend elég lesz. És pont van elég festékem, úgyhogy jó vagyunk. Oké. Ennyi volt már a gyerekek. Hónap folytassuk. Könnyű hetet kívánok nektek. Goodbye.